Az alapszakasz utolsó előtti fordulójában dőlt el, hogy a címvédő Dabdokleren kívül az Érsekújvár, a Miskolc és a Brassói jutott be a Mollyga rájátszásába, ha nem is ebben a sorrendben. Ellenfelett a győztes választ. A stúdióban Stefan Lunt, a Dabdokler vezetőedzője, és Boda Bence, csapatmenedzser. Jó reggelt kívánok! Good morning! Congratulations for finishing in the first place! Ugye gratulálok az első helyen való végzéshez, vagy az első hely megszerzéséhez, inkább így fogalmaznék itt az alapszakasz. A tegnapi nap az egy igen jól sikerült nap, a korábbi pici gyengélkedésen túl, úgyhogy a vezetőedző felé kérdezem, hogy ez azért így egy kellemes hangsúly, amikor az ember az alapszakaszt egy ilyen 6-1-jel zárja? Yesterday was a good day. We had a good win. Is it good when you win on the last game in the regular season? Yeah, I think it's very good. And I think it was good for the players also to get some good goals and a little bit self-confidence before the playoff. Hát ugye elmondta, hogy ő is úgy érzi, hogy nagyon jó volt, és nagyon örül, hogy a játékosoknak egy ilyen kicsit önbizalomnövelő teljesítmény sikerült nyújtania. Ez nagyon fontos a rájátszásban. Ez már egyébként egy picit közelít az alapszakaszt követő rájátszáshoz, elvárt formához, mert azért ugye valljuk meg, volt itt azért egy kis hullámvölgy, ugye itt többen találgatták, ez a sérüléseknek volt-e köszönhető, vagy egyszerűen nehéz ilyen hosszú időn keresztül egy színvonalat hozni, tehát lehet-e már arra következtetni, hogy amit tegnap mutatott a Dunajváros, az gyakorlatilag már a rájátszás béli formája lesz? Hát igen, ugye már elég régen eldőlt, hogy mi leszünk az alapszakasz elsők, tehát viszonylag sok időnk volt készülni a rájátszásra. Úgyhogy egy pár hete már arra készülünk. Nyilván ez azt is jelenti, hogy a teljesítményben vannak hullámvölgyek, hiszen elég nagy terhelést kapnak a játékosok, mind szárazföldön, mind jégen, edzés formájában, illetve meccsek is vannak emellett. Úgyhogy nyilván bele kell kalkulálni, hogy lesznek olyanok, vagy vannak olyan napok, amikor nem annyira megy a láb. Ugyanakkor azt hiszem, hogy azt nem kell megmagyarázni, hogyha az ember pontokkal, fordulókkal előtte megnyeri az alapszakaszt. Szerintem ennél még sokkal jobbak leszünk a rájátszásban. Na, hát ez jól hangzik, de azért az érdekelne, és a vezetőedző véleményére is kíváncsi vagyok, hogy ezek a hullámvölgyek, ami azért pont a közelmúltban lehetett azért tapasztalni, végül is volt olyan vereség, amit az ember úgy nem kalkulált volna bele. Ez milyen köszönhető? Tehát ez egy aktuális, mondjuk mély pont a csapatnál, ami fáradtságból adódik, hiányzó versenyzők, tehát gondolok itt a játékosok, egyes sérült játékosoknak a hiányára, pillanatnyi formahanyatlás, minek tudható be? So we had a lot of or a few bad games when we lost. Why was that? Were we tired or it was just a little wave? Yeah, I think it was some combination. We had some players away and we played two pretty tough games in a row against Sapa, and we tried when we know that we already win the league. We had practiced pretty tough and preparing for the playoffs, so maybe that was some kind of a combination. Hát elmondta ő is, hogy voltak sérültjeink, illetve most az erdélyi túrán kellett játszottunk két nagyon kemény meccset a Szapa-Fehérvár AV19 ellen a Szuperkupába, ahol elég jó eredményt értünk el, úgy gondolom, és az nagyon sokat kivett mindenkiből valószínűleg. De valószínű, hogy ennek a kettőnek a kombinációja, illetve azért azt is tudni kell, hogy egy ilyen erdélyi túra az eléggé megviseli az embert, már csak az utazás szempontjából. Világos. Na hát ugye itt rögtön több dolog is elhangzott, hogy vajon megviseli az embert egy erdélyi túra, hogy ez milyen erőfeszítést jelenthet, és hogy az ember mennyire lehet jó formában itt most már a playoffban. Úgyhogy akkor most kellene rátérnünk arra, hogy milyen megfontolások alapján született meg a mai döntés. Tehát nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy akár menedzseri oldalról, és akár a vezetőedző szemszögéből, ugye a választó oldaláról milyen döntés született. Ugye tavaly tudjuk, hogy a Miskolcot választotta a Dunajváros, ami akkor szerintem sokak számára meglepetés volt, tekintettel arra, hogy akkor a második helyen végzett az alapszakaszban a Miskolc. Ez ebben az évben nem így van. Így van. Hát akkor, hogyha a legfontosabb dologgal kezdhetjük. A bejelentés maga, kérem szépen, tehát hölgyeim és uraim, ladies and gentlemen, now. Idén a Dabdokler csapata a Brassóval fog játszani az elődöntőben. Hú, ez azt gondolom, hogy meglepetés a tavalyi döntést követően. Így van. A döntés az egy nagyon sokrétű, sokfaktorú dolog.
mindenkinek van beleszólása, tehát nem úgy megy, hogy valaki azt mondja, hogy ez lesz és ez lesz. Az edző elmondja a véleményét, Azari Zsolt a klubelnök elmondja a véleményét, a játékosokat megkérdezzük, mindenkinek van egy kis beleszólása a dologba, és amikor a végén mindenkinek a véleménye a kezünkben van, akkor azt mondjuk, hogy jó, akkor ezek alapján... Akkor szeretném a vezetőedző véleményét hallani, azt a szempontot is mindenképpen, hogy miért a Brassó... Why did we choose Brassó? Now we can say this year has been a tougher league, more teams struggling for the playoff. So when we were knowing that we gonna choose a team, we said okay, we take team number four. So we made it a little bit easier this year than we did last season. Last season you chose the second one. Yeah, we chose Biscots and that had an other reason last year. This year we took the fourth team. Mm-hmm. Elmondta az edző, hogy idén azért nagyon-nagyon kemény a harc, nagyon kemény volt a harc a rájátszásért, sokkal közelebb kerültek egymáshoz a csapatok erőben is, úgyhogy idén egy nagyon egyszerű módszert választottunk, a negyedik csapatot választottuk, aki a negyedik helyen végzett. Mm-hmm. Ugye tavaly egy kicsit más szempontok alapján ment a döntés, idén leegyszerűsítettük a dolgot, úgyhogy... Jó, na most hát akkor viszont rögtön osszuk is meg ezt a döntést nyilván a választott ellenfél elnökével is. Ha minden igaz, akkor itt van velünk a telefonvonalban Oli Peszka Zoltán, klubelnök, a Brassó elnöke. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, tisztelt sporttársak, kedves tévénézők! Na hát akkor elnök úr, meg lettek szólítva, önök lesznek a Dabdokler ellenfelei a döntőbe jutásért. Mit szól ehhez? Biztosan nagy az érdeklődés a jégkoron kedvelők körében. Hát ez a nagy kérdésre most már van válasz is. Kit választ a Dunaújváros? Hát minket választott. Örülnek a döntésnek? Minden jégkoron kedvelő ismeri a Dunaújvárost. Nagyon jó munkát végeztek ott az elmúlt néhány évben Azari úr vezetésével. Ennek az eredménye meg is van. Hát Dunaújváros az előző két év a Móliga győztese, mit lehet többet mondani róluk. Uh-huh. Nagyon jó csapat, jó edző, lelke szurkolók. Biztosan az idén is az aranyat szeretnék, de keményen meg kell még küzdeni ezért. Még nagyon jó csapat került a rájátszásban. A Móliga egyik legkiegyensúlyozottabb alapszakaszából. Másik kettő pedig utolsó mérkőzésekig esélyesek voltak. De sokat mond a Móliga fejlődéséről, és egyre nagyobb érdeklődés kelt fel. Különös dicsérettel tartozunk Ferencvárosnak, aki az évad legkellemesebb meglepetése volt, és felemelt fővel hagyta el a Móliga rájátszás mezőnyét. Szívből gratulálok nekik. Nagyon kedves. Térve rájátszásra, azt szeretném mondani, hogy Brassó mindent megtett, hogy Dunaújváros arany felé haladó útját lezárja, hogy legalább a lehető leggöröngyösebbé tegye. Jó csapatunk van, egyre jobban megy a játék, jó a hangulat a csapaton belül, van összetartás, jók az edzők, Móliga, a legtöbb és legjobb szurkolói vannak Brassóban. Én bízok csapatunkban, és meg fogunk tenni mindent, hogy a Móliga egyik legszebb, legsportszerűbb elődöntőjét mutassuk be a közönségnek. Ezt nagyon... leérdemli minden dunaújvárosi és brassói szurkoló. Nagyon kedves, és ez nagyon jól hangzik. Ugye most itt ül a nem az önök által választott, hanem a választó ellenfél két, azt gondolom, legfőbb irányítója, ugye a szakmai vezető, illetve a menedzser. Személyesen nekik üzene valamit, mert ezt most itt át tudjuk adni akkor, sőt, egyenesen nekik tudja mondani. Hát én gratulálok az első helyhez. Ahogy már mondtam, tudok gratulálni annak, hogy nagyon jó munkát végeznek ott Brassóban, és szívesen várjuk Brassóba az elődöntő, remélem, két mérkőzésére, legalább kettő. Jó, hát legyen így, és nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Sok sikert kívánok önöknek is. Nyilván nem lesz könnyű falat a Dunaújváros, de ön is mondta, és most ezt fogom a továbbiakban megkérdezni. Megpróbálják göröngyösebbé tenni ezt a döntő felé, az arany felé vezető útját a Dunaújvárosnak, úgyhogy mindjárt rákérdezünk arra, hogy vajon mit várnak majd önöktől. Köszönöm szépen, és sok sikert kívánok a csapatának.
Én köszönöm szépen, én is sok sikert kívánok a másik két csapatnak is. Köszönjük szépen. Nos, akkor, tehát ugye itt, ahogy hallhattuk, nyilván megtisztelő dolog is kiválasztva lenni, ha szabad így fogalmazni, de persze az ember rögtön azt is tudja, hogy hát ez nyilván nem lesz annyira egyszerű, de mint hallhattuk, ugye egy kicsit göröngyösebbé igyekszik majd tenni ezt az utat a brassóiak. Mit vár Stefan egyébként ettől? What do you expect? you always expect that it's going to be five tough games. You're preparing for that, and Brasov. You really getting ready for five tough games? Yeah, every time. And I think Brasov had find a way to win because they did a good end of the league. So it's going to be tough games. I expect that, but of course. We are in the playoff to try to keep that one more year, so we're going to do everything we can. Okay. Elmondta az edző, hogy a végére, a szezon végére a Brassó megtalálta azt az utat, a győzelemhez vezető utat, ami a legfontosabb. Öt nagyon kemény meccsre készül, mindig arra kell készülni, nem lehet soha elbizakodni magunkat, vagy szóval a csapat nem bízhatja magát. De hát nyilván azért vagyunk a play-offban, és azért jutottunk be, hogy azt ebben az évben is hazaviessük, úgyhogy mindent meg fogunk tenni, amit én hiszem, hogy ez ilyen szép, nehéz, súlyos trófeához az ember szívesen ragaszkodik, így ugye van. Nem szívesen adja ki a kezéből. Beszéljünk egy picit akkor arról, hogy ha most a másik oldalra is tekint az ember, és nem csak a saját döntőbe jutásával van elfoglalva, akkor kit vár joggal a Dunajváros, vagy várhat a döntőbe, ha persze ő maga is bejut oda? Hát ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés. A Miskolc is nagyon jó erőkből áll, az Érsekújvár pedig ugye a második helyen végzett, úgyhogy... Csak azért kérdezem, mert nyilvánvalóan azért nem vagyunk annyira nagyon messze attól, hogy mondjuk egy vezetőedző azért koncentráljon egy döntőbéli ellenfélre is, és készül majd arra, hogy lépésenként kell haladni, de kíváncsi lennék arra, Stefan, hogy látja ezt az utat odáig? What are you expecting the finals? Oh, like I said before, it's a pretty four equal team. Mm-hmm. So I'm just thinking about the Wednesday right now. But if we made it to the final, it doesn't matter which team this Miskolc and Novosibirsk is. Too strong team, and every team has weakness, strongness. So, mm-hmm. But for me, it's if you want to win, you have to win over every team. So mm-hmm. For me, it doesn't matter. Okay. Elmondta, hogy négy nagyon egyforma csapat van most a rájátszásban, úgyhogy egyelőre Szerdára koncentrál, és igyekszik mindig csak egy lépéssel előre gondolkozni. De hogyha bejutunk a döntőbe, ott már nagyjából mindegy lesz, hogy ki érkezik, hiszen mind a két csapatnak vannak erősségei, vannak kicsit gyengébb pontjai, de hát... Nyilván először be kell jutni a döntőbe, aztán rájönünk ezen gondolkozni. Így van. Na hát akkor, hölgyeim és uraim, ugye akkor megtörtént itt nálunk a bejelentés, most már tudjuk, hogy a Dab Dokler a Brassót választotta, a Brassóval csatázik majd a döntőbe jutásra, a másik ágon pedig ugye a Miskolc az Érsekújvárral néz majd farkas szemet annak érdekében, hogy kialakulhasson a döntő mezőnye itt a rájátszásban. Én azt gondolom, hogy ahogy eddig is érdemes volt, nyilván a Digisport képernyőjén a Molligát nyomon követni, itt a fináléban, a rájátszásban is érdemes lesz, úgyhogy sok sikert kíván. Köszönöm akár szépen. Ahhoz is, hogy ez a szép kupa maradhasson ott, vagy legyen azé, aki a legjobb ebben a szezonban. Köszönöm szépen. Good luck. Thank you.